Kezdődik a Helyi Aktuális, a Berettyó Rádió információs magazinja. Helyi hírek, információk, riportok, tudósítások a hét eseményeivel. Berettyóújfaluból. Köszöntöm a hallgatókat, ez a Helyi Aktuális 2015. november 8-ai adása, a Berettyó Rádió hetente jelentkező információs magazinja. Az elmúlt hét eseményeit összefoglaló műsorunk minden vasárnap 9 órától hallható, kedden 10, pénteken pedig 15 óra ismétléssel. A mikrofonnál Kogyilla Zsolt. A tartalomból. Kerékpárút a polgármesterek szemszögéből. Ülésezett a város képviselőtestülete. 1 milliárd fejlesztésre új CT-készülék is lesz. Hallgassa a Helyi Aktuálist minden vasárnap 9 órától, ismétlés kedden 10 órától és pénteken 15 órától. Helyi Aktuális. Együtt, egy helyen, Berettyóújfalu eseményei. Két ország, egy cél, közös siker. Ez volt a mottója a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési programnak, melynek egyik utolsó projektje valóban egy összeköttetés a határ két oldala között, és egy szimbóluma is lehet a pályázati programnak. A Berettyóújfalu és Nagyvárad közötti kerékpárút előkészítése, tervezése és kivitelezése évekig tartott, de 2015. október végére elkészült. A Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program keretében megépült 47 km hosszúságú kerékpárút összköltsége elérte a 6,4 millió eurót. Az ünnepélyes átadóról készült beszámolónkat a Helyi Aktuális előző adásában már hallották. Most a kerékpárral a határa érkező, az érintett települések vezetőivel készült beszélgetéseink következnek. Uraközi Istvánt, Berettyóújfalu polgármesterét hallják. Stílszerűen kerékpározással lehet a legjobban átadni, megadni a módját az átadásnak kerékpározni. Ráadásul a projektnyitón, amikor Nagyváradon voltunk, amikor elkezdődött ennek az egész kerékpárútnak a kivitelezése, akkor tettem egy olyan ígéretet, hogy mi szerint, hogyha elkészül, akkor kerékpárra fogjuk megtisztelni a kerékpárutat, és azt gondolom, hogy az ígéret úgy szép, hogyha meg is tartják. És ez sokan követendő példának is tekintik, legalábbis a résztvevők száma alapján úgy látom. Igen, és ez mire a határhoz érünk, azt gondolom, hogy még nagyobb lesz ez a szám. Nagyon örülök neki, hogy magánszemélyek, civilek, iskolások fontosnak tartották, hogy ezt a mai kerékpártúrát jelenlétükkel is nagyobb létszámúvá tegyük, meg emeljük ennek az egésznek a fényét, mert azt gondolom, hogy így az igazi, egy igazi közösségi élményt szolgál, mert maga kerékpárút is azt célozná, hogy a két ország Berettyőfő és Nagyvárad közötti települések lakói használják ezt a kerékpárutat, akár a mindennapos munkavégzés, akár turisztikai, akár csak az egészség megőrzése céljából. Pap Miklós Mezőpetert polgármestere. Mezőpetered életében mit jelent? Akár a mindennapokban, akár a hétvégéken a kerékpárút. Hát Mezőpeted életében ez egy elég fontos kis beruházás volt, habár a kezdetekkor a lakosok úgy gondolták, hogy ezt senki nem fogja használni. Ugye gyakorlatilag a kerékpározást egy kicsit propagálni kellett, de ehhez a kerékpárút is kellett, mert ez a 42-esen sajnos kerékpárral közlekedni életveszélyes, és ez megoldotta mind a két irányba, a Berettyóújfalu, illetve a keleti irányba, akár Biharkertes Nagyvárad irányba is, a kerékpárosoknak, vagy az elektromos kerékpárral közlekedőknek a elérhető, a könnyű balesetmentes közlekedését. Mezőpeteden hány métert érint, és milyen részeken megy végig a kerékpárút? Mezőpeted területét egy olyan 7,2 km területet érinti. Ugye nyugati irányba helyezkedik el a bihari védett legelő, ami gyakorlatilag még egy kis turisztikai célpont is, mert keresztül megy a szélén ennek a védett területnek. Akár védett madarakat, növényeket láthatnak a kerékpárosok, hogyha leszállnak és körülnéznek, vagy csendben vannak. A keleti irányba, meg hát ugye egy erdős területen is keresztül megy, meg hát ugye a bihari szántóterületeken. Miért tartotta fontosnak, hogy kerékpárra pattanva ön is a csapat tagjaként érkezzen meg a határra? Hát én nagy kerékpáros vagyok, én a különböző építési szakaszokat is végig kerékpároztam, folyamatosan mondtam a hibákat és az olyan lehetőségeket, amit esetleg fejleszteni kellene, hogy még biztonságosabbá tegyük ezt a kerékpárutat. Barabás Ferencet, Biharkeresztes polgármesterét hallják. Egy régi vágya teljesült a biharkeresztesieknek, mert azok az útvonalak, amelyek mellett elhalad már közlekedési útvonalak,
amelyek mellett elhalad, azok mind forgalmas utak. Elég sok baleset is történt pontosan azért, mert hát a közlekedési kultúra színvonalának a kívánnivalója is okozták ezeket, de egyébként a nagy forgalom is, úgyhogy nagy öröm számunkra az, hogy elkészült. Igaz, hogy elég hosszú idő alatt készült, de most már úgy tűnik, hogy rendben van, elfogadták az emberek, úgyhogy örülünk neki, hogy megvalósult. A keresztesiek életében mennyire van jelen a mindennapokban a kerékpár, akár munkába járásban, akár hétvégén? Mi olyan pici város vagyunk, hogy itt minden nap használják az emberek a kerékpárt, tehát itt gépkocsival, helyben nagyon kevesen közlekednek. És ugye az a szerencsénk, hogy a nyomvonal az a legforgalmasabb utakon vezet, például a Kossuth utca, ahol a piac van, ahol a legtöbb üzlet van, illetve az Ady Endre utca, ahol a gyógyszertár van, ahol az általános iskola van, ahol az orvosi rendelő van, mind érinti a kerékpárt, tehát egy nagy biztonságot jelent az embereknek, meg egy gyorsabb közlekedést. Településen belül, ha jól gondolom, Keresztes érintett a leghosszabb terjedelmében a kerékpárút. Igen, ilyen szempontból szerencsés helyzetben vagyunk. A másik dolog az, hogy ugye mi hosszú távon tervezük, és folyamatosan tartjuk is a kapcsolatot a Nagyvárad, illetve a Borsi Ipari Parkkal. Úgy tűnik, hogy azok az erőfeszítések, amiket tettünk, hogy ide helybe ipart telepítsünk, azok belátható időn belül nem fognak megvalósulni, viszont a Borsi Ipari Parkban és a Nagyvárad Ipari Parkban ott pedig nem munkaerőhiány mutatkozik. Számításaim szerint már a tavasz folyamán elkezdődik az a folyamat, amikor innen az emberek át fognak járni a két ipari parkba dolgozni. Benkő Sándort, Ártánt polgármesterét hallják. Nagyon fontos, hogy megépült a kerékpárút az ártáni lakosok számára, sőt, tovább lépve a biarkeresztesi vagy akár a nagyváradiak számára. Ez a kerékpárút már tulajdonképpen egy működő kerékpárút, csak az átadás ugye most történik meg. Hosszú idő volt ez, körülbelül 7 év. Örülök neki, hogy átadásra kerül, és az emberek használhatják úgy munkahely megközelítés szempontjából, mint turisztika szempontjából. A mindennapokban mennyire épül be? Gondolok itt arra, hogy akár Keresztesre átjárnak, Keresztesre járnak át ide, és hát ami az igazi célja, a határon túli kapcsolatokat tényleg tudja ez a kerékpárút majd szolgálni? Nekünk ez a legtermészetesebbnek tűnik az ártáni lakosságnak, hogy kerékpárút megépült, ugyanis a lakosság nagy része iskolások, felnőtt lakosság, aki munkahelyre jár, az már mióta az aszfaltot ráhúzták, a kerékpárútra használják, tehát egy élő kerékpárútról beszélünk. A határon átnyúló kapcsolatokban is nagyon-nagyon sokat jelent, ugyanis a nagyváradi emberek, akik áttelepültek Ártánra, ingatlanukkal rendelkeznek, azoknak egy része kerékpárral jár. A másik része pedig turisztika szempontból van egy horgásztamunk, és Váradról és Várad környékéről a lakosságnak egy része, aki horgászni szeret, az kerékpárral átjön hozzánk. Báthori Géza, Bors polgármestere. Nagyon örülünk, hogy ez a kerékpárút megvalósult. Először is összeköti a két települést, mondjuk úgy Ártándot, illetve Borsot. Azon kívül a községen belül összeköti Borsot és Bihar-Szent Jánost. A két település között nem volt más, csak a E60-as nemzetközi út. Ez az út most kibővült a kerékpárúttal, gyakorlatilag a településekről át lehet jutni kerékpárral. Ez nagyon fontos, mert nagyon sokan dolgoznak a különböző településeken, illetve a polgármesteri hivatalba el tudnak jönni, ügyeket intézni az embereknek kerékpárral. Nagyon örülünk, és számunkra nagyon fontos volt ez a kerékpárút. Nagyon sokan vannak, akik ingáznak a két település között, és ez azt jelenti, hogy az embereknek lehetőségük van átjönni kerékpárúton biztonságban, hisz néhány méterre van az úttól, és ez számukra biztonságot jelent, kevesebb balesetet, és én nagyon örülök, hogy összeköti a településeket, összeköti az embereket ez az út. Folytatódik a Helyi Aktuális, a Berettyó Rádió információs magazinja. Helyi hírek, események Berettyóújfaluból. Változnak a helyi iparűzési adószabályai, önkormányzati tulajdonba kerül a zsinagóga épülete, és új ipari park létesülhet. Egyebek között ezekről is döntöttek a Városházán október 29-én megtartott testületi ülésen.
Elsőként a polgármester adott tájékoztatást arról, hogy az ivóvíz javító program konzorciumi megállapodása aláírásra került, így egy állami tulajdonú vállalkozás lebonyolításában készülhet el a beruházás, mely városunk esetében 639 millió forintos költségvetéssel a korábbi terveknek megfelelően készülhet el. Megváltozik a Bihari Szociális Szolgáltató Központ székhelye, mely egy jól felszerelt intézménybe költözik az Ady Endre út 2 szám alá. A házi orvos védőnő vállalkozó számára jövő év elejétől lehetőség van mentességet nyújtani a helyi iparűzési adó befizetése alól. A most tárgyalt módosítás szerint ezzel élne az önkormányzat, emellett pedig az eddig 2 millió forint alatti nettó árbevételhez megállapított mentesség határát most 600 ezer forint adóalaphoz kötnék. Az előterjesztés szerint ez 3 millió forint csökkenéssel szemben 7,1 millió forintos adóbevétel növekedést eredményez. A körzeti orvosok, bocsánat, házi orvosok és védőnők támogatása nem a legszerencsésebb formában történik azzal, hogyha az adó alól mentesítjük őket. Megítélésem szerint lenne olyan forma, amely szerencsésebb lenne. A másik dolog a 2 millió forint alatti árbevételhez kötés, illetve a 500 ezer, most már módosítás szerint 600 ezer forint adóalaphoz kötése az iparűzési adófizetési kötelezettségnek. Megítélésem szerint szintén nem szerencsés, mivel ezzel az értékkel olyan vállalkozói kör terhei fognak megnőni, amelyek így is nehezen gazdálkodnak nehéz körülmények között, és ezzel tovább nehezítjük a kis árbevételű, illetve a kis bevételű vállalkozói kört. Azt gondolom, hogy mindenképpen jeleznem kell, hogy hasonló nagyságú városok egyáltalán nem adnak mentességet Hajdú-Bihar megyében, tehát azzal, hogy mi 600 ezer forintig adóalap a mentességet adunk, jóval nagyobb kedvezményt biztosítunk egyébként. A képviselők végül 9 igen és 2 nem szavazattal elfogadták az új helyi adórendeletet. A Hajdú-Bihar megyei úgynevezett top pályázat keretein belül lehetőség nyílik új ipari parkok kijelölésére, és azok infrastruktúrális fejlesztéséhez pedig támogatást nyerhető. A napirend tárgyalásának oka, hogy feltételként határozták meg, hogy a fejlesztésre kijelölt terület szerepeljen a település rendezési tervben, és nagysága a 10 hektárt érje el. A napirendhez kapcsolódva Krisztik János városi főépítész tájékoztatója a lehetséges területeket részletezte. Ez a Tesco áruház mögötti, a volt gyermekváros egy részét érintő terület, melynek körülbelül 40%-a önkormányzati tulajdon. Felmerült a bizottsági ülésen is, hogy az így kialakítandó gazdasági övezetben egyes telekrészek, szántók megvásárlásával, majd azok későbbi értékesítésével bevételre is tudna szert tenni az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban elhangzott, jelenleg a törvényi szabályozás okán csak természetes személy tud földet vásárolni, egy esetleges tulajdonosi átsorolást követően pedig már jóval magasabb áron lehetne hozzájutni. Csak a tulajdonos tudja kivonni, kivonatni, tehát onnantól kezdve, ha valaki kivonatja, az onnantól kezdve ő fog azért többet kérni. Tehát mi most jelenleg szántót nem tudunk vásárolni. Tudnánk venni, ha már nem szántó lenne, de az viszont csak a jelenlegi tulajdonos tudja kivonatni, tehát magyarán mi már akkor értelemszerűen egy átminősített belterületi ingatlant tudunk megvásárolni, arra nem tudom, hogy nekünk van-e összegünk, és ráadásul az pedig, hogyha már utána vállalkozónak adjuk el, az már nagyjából az az ár. Jelenleg pedig még nincs kiírva ez a pályázat, tehát csak egy nagyon rövid zanzásított a top 1.1.1 arra van, hogy zöldmezős ipari parkok kialakítása, illetve a jelenlevőknek a fejlesztése. Nincs szó arról, hogy hány százalékának kell lenni, de a Berettyőföldi első ipari park is, amit főépítész is elmondott, nem önkormányzati tulajdon volt, hanem körbe határoltunk egy terület, amiben volt önkormányzat is, meg volt magán tulajdon is, tehát ez nem zárja ki ennek a fejlesztését. Hogyha az önkormányzat kialakít egy ipari parkot, az ipari parknak a megközelíthetősége, őrzésvédelme, alapinfrastruktúrákkal, vonalas infrastruktúrákkal történő ellátása biztosított legyen. Telken belül semmit nem lehet megcsinálni. Sem a miénken, sem a másén. Végül valamennyi jelenlévő képviselő támogatta a szabályozási terv módosítását, és ezzel együtt a terület ipari parkká alakítását is. Döntöttek a zsinagóga épület megvásárlásáról is. A fedezetet korábban a miniszterelnökséghez benyújtott kérelem alapján megítélt támogatás szolgálja, mely erre a célra használható fel. Elhangzott, a későbbi működtetéssel kapcsolatban is vannak javaslatok, egy többfunkciós közösségi tér jönne létre, de ezt a későbbi pályázati lehetőségekhez kell igazítani. Képviselői előterjesztést is tárgyaltak, mely a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. Tevékenységének átvilágítására javasol eseti bizottság felállítását, mely a jelenleg zajló vezető pályázat elbírálásánál is átfogó képet adhat az önkormányzati cégről.
Szántai László előterjesztőként azzal egészítette ki a beadványt, hogy véleménye szerint az időszerű, hiszen most ért a vállalkozás egy vezetői ciklus végére. A bizottsági ülésen felvetődött kettő kérdés ezzel kapcsolatban, az egyik pedig az időszerűség ennek az előterjesztésnek, a másik pedig a Nova Villa Kft.-re irányuló vizsgálatnak a létjogosultsága. Az időszerűségé az támasztja alá, hogy ugye az Nova Villa Kft.-nél most van a vezetőváltási ciklus vége, ezért a tiszta kép megismerése érdekében most láttuk célszerűnek ezt. Illetve hát a miért pont a Nova Villa, azért mert éppen ott van most a vezetőváltási időszak vége, illetve a vezető időszak vége, tehát csak a kimondottan a tisztánlátás érdekében szerettük volna az előterjesztésünket benyújtani a tisztelt testület elé. Azt gondoljuk, hogy ha az önkormányzatnak a tulajdonában van egy gazdasági társaság és egy teljes egyhangulag elfogadott, 12 igen szavazattal elfogadott felügyelőbizottság végzi a munkáját. Azt gondoljuk, hogy a felügyelőbizottság minden olyan jogosítvánnyal rendelkezik, amely teljes körűen tudja ellenőrizni az ügyvezetésnek, illetve a Kft.-nek a működését, és a felügyelőbizottság jogosult bármikor az alapítókat összehívni, tehát gyakorlatilag még a ügyvezető igazgatói pályázatoknak az elbírálását megelőzően, akár a képviselőtestület összehívásával is a felügyelőbizottság beszámolhat erről a munkáról. Minden képviselőnek egyébként joga van egyéb kérdéseket feltenni az ügyvezetéshez, a felügyelőbizottsághoz testületként működnek, tehát azt gondoljuk, hogy okafogyott ez a vizsgálóbizottságnak a felállítása, mert még egyszer mondom, a tulajdonosok képviseletében szavaztuk meg a felügyelőbizottságnak a felállítását, de természetesen a képviselők ennek ismeretében akárhogy dönthetnek, én nem javaslom ennek a vizsgálóbizottságnak a felállítását. A képviselők nem támogatták a bizottság felállítását. A jelenlévők egybehangzó igennel szavaztak viszont Hagymási Gyula képviselői beadványára, melyben zöld pihenőpontok kialakítására tesz javaslatot. A program során évente két alkalommal a város különböző részein jönnének létre a pihenés szolgáló pontok. Évről évre visszatérően építsünk be egy olyan tevékenységet az önkormányzati munkába, amelynek az lesz az eredménye, hogy a kultúrát rendezett zöld területeink növekedni fognak. Nagy örömömre szolgált, hogy a bizottságok teljes egyetértésben támogatták az előterjesztést, és köszönöm minden képviselőtársamnak, polgármester úrnak is azokat a javító szándékú javaslataikat, amelyekkel hozzám fordultak. Folytatjuk a helyi aktuálist. Helyi hírek, információk, riportok, tudósítások a hét eseményeivel Berettyóújfaluból. Ez a helyi aktuális. Sikeres pályázatokkal fejleszt a Gróf Tisza István Kórház. Az elmúlt időszakban majd csak 1 milliárd forint támogatás érkezett az egészségügyi intézménybe. Közülük talán kiemelkedő egy új CT-készülék beszerzése, mely a korábbi 13 éves, 6-szeletes eszközt váltja le. Nagyon régóta szerettünk volna már CT-készüléket, végül is 2012-ben sikerült egy használt készüléket idehozni. A Miskolci kórházból leszerelt 13 éves egyszeretes CT-készülékkel kezdtük a CT-pályafutásunkat. Erre kaptunk olyan befogadást 2014-ben. Ezt követően a Kenézi kórház is nyert egy új CT-készüléket, úgyhogy az ő régi CT-jüket is megkaptuk. Szintén 13 éves, viszont ez már egy 6-szeletes készülék volt, úgyhogy most jelenleg fizikailag 2 darab CT-készülék van a kórházunkban, egy 1-szeletes, ami tartalék, és a 6-szeletes, ami működik. Az egészségügyi eszközök energia megtakarítás célzó beszerzése című KEO pályázat célja, hogy a meglévő elavult, ezáltal jelentős energiafogyasztónak tekinthető műszereket lecseréljék. A kórház pedig sikeresen pályázott, így 239 millió forint támogatást nyert egy 64 szeletes CT-készülékre. Ennek a folyamatnak vagyunk most már a végén. Augusztusban kellett a pályázatot beadni, szeptemberben megtörtént a döntés, a támogatóokirat. Előtte egy előzetes feltételes közbeszerzést folytattunk, úgyhogy november végére fog megérkezni a új 64 szeletes CT-készülék. A szelet szám az csak annyit jelent, hogy egy adott felvétel során hány szelet, hány réteg készül egy pillanatban. Ez annyit jelent például, hogy még egy mellkas felvétel egy egyszeletes CT-n több sugárterhelést jelent, így a 64 szeletesnél lényegében egy
felvétellel az egész mellkast le lehet képezni, tehát ez lényegesen kisebb sugárterhelést jelent, másrésztről pedig szoftveresen már lényegesen jobb felbontásokat lehet elérni, tehát pontosabb diagnózis lehet elérni. Az árba pedig nem csak a készüléknek az ára van, hanem 5 éves üzemeltetés és teljes karbantartási szerződésnek az ára is benne van. Azt azért tudni kell, hogy amíg a 6 szeletes CT-t leszerelik és a helyére a 64 szeletes kerül beszerelésre, addig a régi tartalék egyszeletes készülékünk az működni fog. Nyilván lassabb lesz a vizsgálatoknak az elvégzése, de legalább a sürgős vizsgálatok nem fognak elmaradni. Ugyanúgy a térség lakosait fogjuk ezzel a CT-vel is ellátni, illetőleg, hogyha a későbbiekben sikerül, akkor a régi tartalék készülékünket pedig a külföldi betegeknek fizetős ellátásra, fizikailag elkülönülve természetesen az OEP által finanszírozott ellátástól szeretnénk majd beemelni a rendszerbe. A főigazgató elmondta azt is, jelenleg pályázati dömping van, egyszerre több futóprojektet is menedzselnek az intézményben, ami persze sok munkával jár, de ahogy fogalmazott, soha rosszabb ne legyen. Most a napokban fejeződik be a TIOP 224-es projektünk, ez ahol a új épületet építettük. Itt 64 millióért még sikerült a bennmaradt pénzből tartalékeszközöket vásárolnunk, így a traumatológiai műtőasztalt is sikerül megújítanunk, traumatológiára még artroszkópos tornyot, illetőleg műszereket vettünk, illetőleg ha valaki járja itt az új épület körül a járdát, akkor látja, hogy árnyékolás kerül azokra az ablakokra, amire eddig nem került, illetőleg a radiológiára egy új digitális lemezkiolvasó és egy mammográfiás munkaállomás került. Ez a 224-es volt, ez a projekttel le is zárul, és akkor több pénz ebben nem maradt. Van egy másik futóprojektünk, a TIOP 226-os, ez 2013 májusában lett beadva, egy több mint 600 millió forintos fejlesztés volt benne, amit már úgy hittünk, hogy elveszítettünk, majd a idén nyáron ismét lendületet kapott a dolog, és értesítettek bennünket, hogy megnyertük a pályázatot. Ez egy 3 részes pályázat, a legkisebb része egy 60 millió forintos bútor, itt betegágyakat vásárolunk, illetőleg antidekubitor matracokat, takarító eszközöket, egy 201 néhány millió forintért újabb orvosi műszereket. Itt is nyertünk ebben a pályázatban egy CT-t, amit természetesen nem vettünk igénybe, helyette két digitális röntgenkészüléket fogunk vásárolni. A régi, nagyon régi tüdőszűrőkészülékünket fogjuk kicserélni szintén digitálisra. A fizioterápiára tangentor, gyógykádat, különböző kezelőeszközöket vásárolunk. A belgyógyászati kardiológiai szakrendelésre 24 órás vérnyomásmérőt, illetőleg 24 órás szívmonitorokat fogunk vásárolni. Szülészet-nőgyógyászat osztályra szülőágyakat, ultrahang készülékeket, tehát több mint 200 millió forintért eszközöket veszünk, illetőleg az informatikai rendszerünknek egy szintén 200 millió forintos nagyságrendű felújítása történik, teljes kórházi wifi lefedettséggel, betegbehívó rendszerrel, gépek cseréjével, illetőleg a hálózat felújításával. Aztán van egy másik projekt, aminek a keretén belül 150 millió forintos fejlesztés kapcsán a pszichiátriának a felújítását tudnánk elkezdeni, amennyiben pozitív döntést kapunk, egy előzetes közbeszerzést már elindítottunk ebben az ügyben, akkor azt még az idén szeretnénk mindenféleképpen elkezdeni és befejezni. Ez nagyságrendileg annyit jelentene, hogy a pszichiátriának a teljes víz, villany rendszerét kicserélnénk, felújítanánk, padlózatcseréket, belső ajtókat cserélnénk, illetőleg a festést elvégeznénk az épületen, ami már nagy dolog lenne, hiszen mióta elkészült komolyabban, senki nem tudott hozzányúlni. Emellett ugyanebben a formában a Viszmajor kérést adtunk be a fenntartó állami egészségügyi ellátóközpont felé, 32 millió forint értékben szeretnénk a pszichiátriai épületnek a nyílászárait, külső nyílászárait kicserélni, mert azokkal is vannak problémáink. Több KEOP
projektünk van, amelynek kapcsán napelemeket helyeztünk el. Most már lényegében a kórház összes lakosteteje napelemmel van bevetve. A nővérszálló, a konyha, illetőleg a főépületnek és a röntgen folyosónak a teteje is. Ez éves szinten, amikor majd sütni fog a nap és termelik az áramot, azért éves szinten több millió forintos megtakarítást fog jelenteni. Egy utolsónak említett projektünk a TIOP 228-as, még szintén nem történt benne döntés. Itt is több millió forintos fejlesztést szeretnénk elérni. Ha ez megvalósul, akkor a másik pályázattal együtt a kórház összes betegágyát ki tudjuk cserélni egy új modellre. Mindegyikre új matraccal, antidekubitor matraccal, szükség szerint párnákkal, paplanokkal, tehát egy óriási fejlesztést szeretnénk végrehajtani. Az elmúlt hónapokban az említett projektek jóvoltából több mint 1 milliárd forintot költöttek orvosi eszközökre és informatikai technikai fejlesztésre. A folyamatban lévő pályázataikkal pedig további 200 millió forint támogatás érkezhet a kórházba. Hallgassa a helyi aktuálist minden vasárnap 9 órától, ismétlés kedden 10 órától és pénteken 15 órától. A Berettyó Rádióban a Helyi Aktuális című magazin műsorunk november 8-ai adását hallották. Legközelebbi műsorunk ugyanebben az időpontban egy hét múlva jelentkezik. Addig is keressenek bennünket a radioberettyo@gmail.com címen. A szerkesztők nevében is köszönöm figyelmüket. A Berettyó Rádióban a Helyi Aktuálist hallották. Mára ennyi volt a Helyi Aktuális. Legközelebbi műsorunkat egy hét múlva hallhatja.